Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy intézményünkben koronavírus pozitív esetet regisztráltunk, így a betegbiztonság érdekében a Bács-Kiskun megyei oktatókórház kecskeméti fekvőbeteg telephelyeire vonatkozóan 2020. augusztus 29-től dr. Svébis Mihály főigazgató saját hatáskörben visszavonásig határozatlan időre teljes látogatási tilalmat rendel el. Olvasható a kórház weboldalán közzétett közleményben. A látogatási tilalom ideje alatt súlyos életveszélyes állapotú betegnél egy hozzátartozó tartózkodhat. A kiskorú beteg mellett egyik szülője vagy törvényes képviselője tartózkodhat. Apás szüléseknél a szülőnő által kijelölt személy lehet jelen, valamint a beteget megilleti az egyházi személlyel való kapcsolattartás joga. Rendkívüli látogatási engedélyt az adott osztály osztályvezető főorvosa adhat. Írásbeli engedélyt az illetékes osztályvezetőtől telefonon, illetve e-mailben igényelhet. A rendkívüli látogatási igazolás kizárólag 14 napon belüli házi orvosi igazolással és a bejáratoknál kitöltött nyilatkozattal együtt érvényes. A portaszolgálaton ezen iratok és a személyi igazolvány felmutatásával együtt léphetnek be az arra jogosultak. A látogatási tilalom alatt fokozott biztonsági ellenőrzés lesz. A tilalommal kapcsolatos tudnivalókról további részleteket online hírportálunkon a hiros.hu-n olvashatnak.